Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm a minden vendéget, a testület, illetve a bizottsági tagokon kívül. Azért jöttünk itt ismét össze, mert kicsit zárnyra futott a legutóbbi bizottsági ülésünk, ahol a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, nem aláírásával foglalkoztunk. Ezzel szemben számtalan kér, ellenérv merült, vagy került elő, és azzal távoztunk itt pár nappal ezelőtt, hogy kérjük a KFT-t, hogy egy levélben mellékelt pontok szerint egészítse ki a tőle elvárt nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat. Kértünk üzleti tervet, kértük a terveket, kértünk egy minta támogatási szerződést, hogy igazán pályázatíró, hozzáértők szerint ez alapján ellenőrizhetővé válik, hogy hogyan kell, vagy hogyan és milyen kérdésekre kell válaszolni a pályázatnál. Kértünk beszámolókat, kértünk mérleg beszámolókat. Ezekhez képest, amit mi megkaptunk, ami konkrétan a KOPÉ Kft-t érinti, és ezt a beruházást érinti, az a KOPÉ-nek egy szöveges sportfejlesztési programja, illetve egy kérelem adatlap, ami végülis a pályázat, ha jól érzékeltük ebből a dolog, vagy érzékeltem én legalábbis ebből a dologból, illetve megkaptuk a terveket, amit mondjuk én speciál a saját gépemben nem tudtam megnyitni, de ez biztos az én hibám, bár én ismerem a terveket. És egyébként pedig kaptunk a TAO támogatással kapcsolatosan tájékoztatókat, kormányrendeletet, egyebeket, amiből nyilván az volt a szándék, hogy utána nézzünk annak, hogy miről is szól konkrétan és betű szerint ez a támogatás. A mai nap folyamán még egy kiegészítő nyilatkozatot is kaptunk, amiben az építési engedélyt készítő tervezők nyilatkoznak, szakági tervezők nyilatkoznak arról, hogy az akadémia engedélyezési tervének épületgépészeti, villamossági, uszodagépészeti tervfejezetén készítésekor egyeztettek a gáz-víz csatorna termálvíz igényének vonatkozásában az előzetes felmérések és a funkciók rendeltetési szerű használata, a szükséges mennyiségek, hogy ezek meglévő, tehát rendben vannak-e, meglévők a csatlakozások, és a szükséges tömegenergia rendelkezésre áll. Ahogyan ez a szakhatósági szolgáltatókkal, üzemeltetőkkel egyeztetése került. Ez egy nyilatkozat az épületgépész, az elektromos tervelő, illetve az uszodagépész mérnök részéről. Ez az én kérdésemre a válasz, mert én kérdeztem erre, személy szerint én kérdeztem rá, illetve még az Ágnes levélben, hogy ezzel a helyzettel hogy állunk. Ebből azt tudjuk, hogy minden rendelkezésre áll, egyelőre nem kerül ki belőle, mert a fejlesztésre megvan a lehetőség, hogy a közműfejlesztés az a beruházás része, vagy nem, ez nyilván tisztázható lesz rövid időn belül. Én ennyit tudnék előjáróban elmondani. Remélem mindenki megkapta, én legalábbis a saját bizottsági tagjaimnak szét tudtam küldeni, a képviselők is megkapták azt az anyagot, amit a jegyzőasszonytól kaptunk e-mailben a KOPÉ Kft-hez intézett kérelmünkkel kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek
elsőre valami megjegyzése ezzel kapcsolatosan. Kielégítőnek tartja-e azt, amit kaptunk, vagy elegendőnek tartja-e, nyilatkozhatok, ha egy módon van rá. Szeretném megkérdezni, hogy rendben van-e a dolog. Véres? Továbbra sem látok garanciát arra, hogy adott esetben a falunak nem kell helytállni, mint dologi kötelezetnek, hogyha a program bármilyen okból megkiúsul. Én úgy gondolom, hogy ez az anyag, amit kaptunk, az teljesen kielégítő. Minden felmerülő kérdésre választ meg lehet kapni. A beadott anyag gyakorlatilag követi a jogszabályi feltételeket tételesen, és annak, hogy felel meg a program. Szerintem persze van egy óriási kockázat, de minden beruházásnak van kockázata. Itt lehet csinálni egy SWOT elemzést, hogy lehetőségek, veszélyek, előnyek, hátrányok, én próbáltam így mérlegek menni mindent. Egy óriási értéket kapna a falu, úgyhogy ez fölépülne. Egy óriási értéket. Nekünk, Gabi is elmondta százszor, mindenki elmondta, aki ezzel foglalkozott, hogy nem lenne lehetőségünk soha sem ezt a fejépületet fölépíteni módon, ilyen magas színvonalon. A pályázat, a törvény, meg a jogszabály többször kiemeli, hogy üzleti alapon történő vállalkozás. Ugye két része van ennek, lehetne csak a programra pályázni, a tevékenységre, de lehet épületre is, tehát engedélyköteles vállalkozásra. És ugye itt van az a rész, ahol mi belépünk, mert a mi tulajdonunkon jön létre, és akkor megkötelez a törvény a jelzáló bejegyzése. Kockázatot mindig kell vállalni. Tehát most a falunak mérlegre kell tenni azt, hogy kap 670 milliót és értéket, és van egy kockázat, hogyha bedől. Igen, de azért gondoljunk bele, ha valamilyen oknál fogva bedől, akkor biztos, hogy rengeteg sportszervezet van, vannak mások, tehát helyükbe léphetnek, vagy átveheti más. Tehát ezt ne képzelje már senki, hogy most ha valami... Egyrészt a szponzorok, akik több száz milliót beleadnak, nem hülyék, hogy annak több száz milliót adnak államon keresztül, de mégiscsak az ő támogatásukkal. Hát nem fogják hagyni, hát nekünk a renoméjük miatt is, mert előbb-utóbb úgy is tudjuk, hogy itt lesznek a támogatók. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy most egyik napra a másikra belül. Akkor helyéből jön be, hát más jön, más szponzor, akkor az önkormányzatnak persze maradna nehéz lesz, mert akkor anyagtulók rohannia kell, hogy keressen valakit, aki helyükbe lép, vagy segít ide. Én azt mondom, ez annyira nagy a kockázat, de óriási az eredmény is, amit kaphatunk. És én azt mondom, hogy persze, amúgykor most nyilvánosan kaptam szót, és bocsánat, hogy kérek Csékovács Gabriellától, amúgykor a végén teljesen kiakadtam, és mondtam, hogy Jézusom, micsoda kár. Azért mondtam, mert a Kópénak már 6 hónapja tudtunk volna ezzel foglalkozni, és az volt a kár, hogy nem jutottunk előre, még a múltban. Pedig voltak ismereteink, tehát amikor az épületet láttuk, ugye én is telefonásra vagyok, láttuk, megbeszéltük, már akkor lehetett volna látni a gépet. Az is igaz, hogy nem köteles az önkormányzat a tervtanácsi határozatokat nyilvánosságra hozni, mert az egy szakmai fórum, ott eldöntötték, hogy a terv bizonyos változtatások után megfelel. Tehát én azt mondom, hogy nagy a kockázat, de én az javaslatom, hogy adjuk meg a bizalmat, és hogyha úgyis állandó interaktív kapcsolat van a strandvezetője, az önkormányzat meg közöttük. Hát ha bármilyen probléma fölmerül, nyilván jelzik, és akkor közösen próbáljuk megoldani. Hát
Hát ez egy közös vállalkozás lesz mindenképpen. És hát ugye azt is nem akarom ismételni jogszabályt, mindenki tud olvasni, olvas fel. Üzleti alapon történő vállalkozás, nekik is érdekük, hogy nyereséges legyen ott van, hogy mennyi időt kell biztosítani kedvezményesen kinek, hát nyilván az önkormányzatnak, mert hát ezt azért nem feltételezem, hogy nem. Az önkormányzat részére, iskolának, nem tudom, az már a önkormányzatnak a sportprogramjához illeszkedne, vagy a... Hát én azt mondom, hogy két lepukkant részünk van. Az Orvilla, a Kenvilla, meg ez a rész, semmi lehetőség nincs arra, hogy ezt leszeszünk. És ugye nem csak az épület, hanem az előtte levő tér is a parkot. Persze, lehet azt mondani, hallottam olyan hangokat, Jézus Mária, 5 évig építkeznek, fölfordulás lesz, kétszer annyi hely kell a fel... Nem, hát azért ma már azért kultúráltan is lehet építkezni. Azt jól olvastam, ugye, hogy 4 év múlva, 4 éven belül kész kell lenni a Kisferencnek. Az az első etap. Nem, az egész. Az egész? A teljesnek kész kell lenni. 4 év azért. Szóval akkor már van egy érték. Akkor már csak, ami elég nehéz, működtetni kell, és a nyereségesen. De én azt mondom, tehát ismételni az előző, először is felszólaltam, hogy ezt a hozzáadott nyilatkozatot meg kell tennünk mindenképpen, már csak azért is, mert ráutaló magatartással már az előző képviselő testület hallgatólagosan hozzájárul, hiszen azt mondta, hogy ha lehetősége van fölvenni a hitelt, akkor fölveszi és támogatja ezt a programot. Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy ugye itt van ez a 20, ez a, ami tulajdonképpen a DAO-ról szól, de érdemes lenne olvasni, végignézegettem a 107/2011-et, amit az Illipo küldött át, ebben egyértelműen benne van az, hogy átvehető ez. Tehát, hogy amennyiben ők nem tudják ezt tovább működtetni, akkor bárkinek át lehet ez vinni. Az a lényeg, hogy a program ne álljon meg. Tehát magyarul, mert bezárjon a medence, a lapat kerüljön az épületre. Egyetlen kockázat marad ezek után, hogy ha tegyük fel az önkormányzatra marad ennek az üzemeltetése, vajon lehet-e rentábilisan üzemeltetni. Ez egy abszolút feltételezés, mert miért gondoljuk, hogy ők nem fogják ezt tudni, ti akár 15 évig üzemeltetni, de ha ez bekövetkezne, akkor bárki átverti ennek az üzemeltetését. És tovább viheti, és ebben az esetben ez a probléma nem merül fel. Még egy, ugye itt a Leányfalú kaszinóban ugye mentek, tehát az én esetén egyetértek, de az nem felel meg a valóság, hogy az előző testület erről tudott volna, tehát lehet, hogy folytak tárgyalások, de egészen biztos, hogy testület nem tudott. A tudatom az volt, és hát ez úgy tűnik, hogy így is van, hogy kizárólag szeptember végén lesz egy eredményhirdetés, és akkor arról sem tudtunk, hogy erről hiánypótlás írtak elő. Tehát nem tudtuk, hogy ilyen pontra írtak elő. Ez hiba, ez nagyon nagy hiba, mert az egésznek a problémája most az, hogyha erről nem most kezdtünk volna beszélni, hanem ezelőtt mondjuk másfél-két hónapban, akkor most már ugye előrébb lennénk. De hangsúlyozom még egyszer, nem tudott az előző testület róla. Egy mindjelőtt folytatnánk az Evőke, elég hosszan összefoglalta, amit az elmúlt testületre elmúlésen is beszéltünk meg, ami konzekvenciát ő levont ebből, azt szeretném kérni, hogy a legközelebbi hasonlónál legyünk rövidebbek, jó? Mert hogyha mindenki el fogja több percben mondani a magáét, akkor az életben nem végzünk ma sem. Tehát ezt kérem szépen, hogy egzaktabban is, és 2-3 percnél ne legyen több egy-egy hozzászólás. Dénes? Továbbra is azt kérem, hogy ugye ne jó hangzó általánosságokról beszéljünk, mert akkor minek jöttünk ide. Van-e arra biztosíték, hogyha mondjuk a termákú bedöglés történik bármi ilyesmi, vagy tényleg nem tudják átvenni, hogy akkor nem kell fizetni? Ugye, tehát itt én úgy látom, hogy ezt nem tudjuk. Tehát nem azt mondom, hogy elvész a strand, meg elvész még a falunak más ingatlana is lehetetlenülés esetén, hanem azt mondom,
hogy egy ilyen ügyben, egy 5 fős KFT 10 milliós beruházásnál, de sokkal szakszerűbben és felnőttebb módon dönt, mint ahogy mi tervezzük jelenleg ezt a döntést. Tehát az, hogy van-e arra garancia, hogy mi, mint dologi kötelezetteknek hely kell állnunk, és ha helyt állunk, és sor kerül le a strand kényszerértékesítésére, és hogyha a strand kényszerértékesítési során nem sikerül beszedni a 462,3 millió forintot, akkor valóban az-e a helyzet, hogy az önkormányzat a egyébként felelhető vagyonával felel ezért, tehát magyarán akkor veszélybe kerül-e a Klein villa vagy a Zord villa és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan konkrét kérdés, amire ilyen rövid idő alatt is választ tudnám kapni, hogyha erre történne némi erőfeszítés, hogy ugye beszélünk. Itt most itt lenne két ügyvédi nyilatkozat, ami ebben a kérdésben ugye pozitívan, de akkor már léphetnénk is tovább. Így viszont az, hogy milyen nagyszerű egyébként a világ, hát azzal meg nem vagyok előtté, bocsánat. Jó, akkor kívánc, tisztelt bizottság, szeretném bemutatni az István nemzetközi jogász, elhoztuk, hogy tudjon válaszolni minden kérdésére a Bénes úrnak, és Borbé Tündét, aki a TAO szakértő, több programot már átvitt, szóval egész komplexumokat itt végig, mint szakértő, úgyhogy bármilyen kérdéseket a szakértőnek nekünk, azért hoztuk rá, hogy teljes képet kapcsolat mindenről. Köszönöm a lehetőséget, csak itt nagyon röviden, miután egy jogi, konkrét jogi kérdés hangzott el, erre szeretnék röviden válaszolni. Ugye a dologi adós kérdésre és elnézést mindenkitől, aki számára ez ilyen jogi okoskodásnak ülni. Ugye a klasszikus dologi adós az az, aki egy ingatlan fedezetet biztosít. Most ennek a klasszikus példája az az, hogy én fölveszem a hitelt, a barátom pedig adja a fedezetet. Itt egy óriási különbség van ebben az ügyletben. Itt az önkormányzat valóban dologi adósként jelent meg, viszont az anyagi érték, miután megvalósult, ez átkerül hozzá. Tehát ez nem egy üres kötelezettségvállalás, hanem emögött egy komoly gazdagodás is van. Tehát ilyen szempontból én ebben ilyen különleges kockázatot nem látok. Az pedig, hogy megáll a termákú út, vagy valami hasonló körül, ez nyilván visz major esete, tehát ez megint csak egy más jogi megítélés alá esik. Én úgy gondolom, hogy ami életszerű az az, hogy ez a projekt, ez a létesítmény, ez valóban üzemeltetésre kerül, ugye erre garancia a kópi, akik már 9 éve üzemeltetnek, és lényegesen most a körülmények között is csinálják ezt a dolgot. Tehát nem tartom valószínűleg azt, hogy miután a beruházás maga megvalósul, ezt ne tennék. Tehát ezt én kizárt dolognak tartom. De a képviselő asszonya kell, hogy egyetértsek, amennyiben mégis akármilyen okból bekövetkezik az, hogy a kópi ezt mégsem tudja tenni, vagy nem akarja, vagy akármilyen okból ez a dolog ez meghiúsul, abban az esetben az önkormányzatnak lehetősége van ezt akár saját maga, akár egy szerződő partner által üzemeltetni, tehát a vészforgatókönyv sem tartalmaz szerintem olyan kockázatot az önkormányzat számára, ami nem lenne vállalható. És mondom, a másik oldalon ennek a vagyoni gyarapodás részét azért nem lehet figyelmen kívül hagyni ebben az esetben. Igen. Akkor két kérdésem lenne, ez már részben egy megnyugtató válasz. Ugye, hogy a vízmajor eset az azt jelenti magyarul, hogy akkor nem áll fent fizetési kötelezettség, illetve a másik, hogy a vagyoni gyarapodás az teljesen egyértelmű, azt én is így értelmezem, viszont az aggodalmam, hogy ilyenkor semmi más nem lehet tenni, csak elrendelni egy kényszerértékesítést. Vagy esetleg, hát nem tudom, hogy mi az. Az a véleményem, hogy ha törvényesen
én lennék a döntéshozó, és azt látom, hogy vissza kell fizetni egy nagy összegű támogatást, akkor egészen biztosan azt a megoldást választanám, hogy üzemeltetem. Tehát megoldom az üzemeltetését, csak azért, hogy ne kelljen visszafizetni ezt az összeget. És én ezt nem látom egy kivitelre, nem vagyok ugyan szakember ebben, de úgy gondolom, hogy ez ugye, mindenképpen megoldható. Most úgy tűnik, hogyha ugye a húszékkal, nehogy Isten, történne valami, akkor ők is célhoztak rá, hogy tudnak mondani másokat, akik ezt a szakmai üzemeltetést el tudnák látni. Ugye nyilván célból hát nem ez a helyzet. És ugye ez kapcsolódnak. Oké. Viszont ugye az, hogy 15 évre van kötelezettséget, és ehhez kapcsolódnak még egy kérdés, hogy vajon ez a visszafizetés, ugye laikusként azt tűnik logikusnak, hogy ha 14 évig üzemeltetjük mi ezt kölcsönös megelégedéssel, nagy sikerrel, és az utolsó évben történik valami, akkor nem a teljes összeggel kell helytállni, hogy ez a kérdés hogy néz ki például. Erre a csőd eljárása vonatkozó törvény. Ugye, bocsánat, mert hogyha lehet 15 éve egy nappal, akkor nyilvánvalóan megszűnt ez az opció, hogy esetleg fizetni kell. És én úgy érezném logikusnak, hogyha teljesítette mindenki, amit vállalt, a futamidő 99%-áig, akkor utána nem egy 100%-os visszafizetés. Tehát, hogy ez lenne logikus. Ez lenne logikus, ebben egyetértünk. Nem most, tudom, hogy nem a program ellene vagyok, hanem azt gondolom, hogy rengeteg olyan kérdés van, amit ezelőtt néhány hónappal ezelőtt békében és nyugodtan tudtuk volna tisztelni. Természetesen egyébként szerintem ezt a részét azért lehet egymás közötti viszonyban, szerződésben rendezni, tehát ezeket teljesen világosan lehet. Na most én biztos vagyok benne, hogy a húszékvel nem csinálnak olyat, hogy például a fedezetet próbálnak elvonni, vagy se, szóval semmi ilyen. Mert ugye már az önkormányzatnak egy légi partnere, és eddig kölcsönösen meg voltunk egymással elégedve. Tehát van egy ilyen útunk. Viszont nyilván fel kell készülni arra, hogy valami okból ők nem tudnak helyt állni. És ugye ezt a helyzetet gondolom én, hogy a önkormányzat akkor adhatja ki a hozzájáruló nyilatkozatot, hogyha ezekre a kérdésekbe két darab ügyvédtől kap egy pozitív célt. Na most, hogyha mi nem tudtunk minden kérdést exakt módon megfogalmazni, amit felmerült, hát megint csak az idő hiány az oka, felállt az új testület, megadték a képviselők bizottsági tagok az esküt, és ne akkor nyitottuk ki a dossziét. Ugye, egy ilyen programmal pedig nyilván valamikor tavasszal kellett volna a ügyvédurakat megkeresni, hogy okosítsák meg az önkormányzatot. Tehát most ebbe a helyzetben van. Köszönöm. Laci, bocs, vagy? Itt a múlt alkalommal is, és most is, és teljes jókkal, tehát az ember biztosítékokat akar, elég sok akár felmerült, de egyetlen egyszer nem hangzott el, amire azért oda kéne figyelni, hogy utána megkaptam itt az együttműködési tervezetet is, és akkor tudatosodott, hogy ez a társaság, akinek a megölésétől félünk, hogy 160 millió forintos önrészsel szállnak ebben a történetbe, és 15 év alatt ezt szeretnék megkapni. Ami egy nagyon nagy merészség, tehát valamiben nagyon biztosak tudnak, vagy pedig 15 év után, ami egy jogos további elvárás, hogy ez visszajöjjön. Tehát ez így nem hangzott el, hogy 160 millió, meg általában a tervekért már 20 millió beruháztak. Tehát, és nem ők rettegnek, hanem mi rettegünk, de annak ellenére megkellenek a biztosítékok,
és én átnéztem ezt az együttműködési keretmegállapodás tervezetet. Ebben gyakorlatilag van egy olyan dolog, hogy a 15 év után az önkormányzatnak fizetnek ők, tehát bérbe veszik, üzemeltetik tovább az egészet. Bocsánat, félreértetted, ugye, mint egy a befektetésért, mint egy cserébe, tehát először, amit elolvastam, én is úgy értettem, hogy ti fizettek. Meghatározott díjfejében, bocsánat. Meghatározott igen. Fejében. Igen, tehát az nem az önkormányzat fizet neki, hanem cserébe engedi díjtalanul, hogy használjon. Erről van szó. Nem arról, először kicsit félreérthető, azért segítettem neked. Nem erről van szó. Jó, nem beszéljük közben, mondja azt utána. Én egy dolgot, amit betennék itt, tehát a kártérítésekről többször szó esik, annak a kártérítés számításának az alapját, ha már itt mindenki aggódik, de nem hangzott el, meg kéne nevezni, hogy a tényleges kár, vagy egy elesett haszon, vagy mi az, amennyiben a KOPÉ követel az önkormányzattól kártérítést. Tehát ez egy fontos, és a múltkori megbeszélés végén, tehát úgy nézett, hogy rúgó pontra kerül a történet, Csepivárjuktól elhangzott egy olyan dolog, hogy kapott egy infót, hogy amennyiben 15 éven belül bedől a KOPÉ hibájából a projekt, akkor másfélszeres kártérítést a KOPÉ-nak kell kifizetni. Tehát, és ha jól értettem, erről volt szó. Tehát, hogy amennyiben ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy a méregfogát eléggé kihúztuk a félelmeinkre. Robin. Mindannyian megkaptuk, köszönöm szépen a szót. Mindannyian megkaptuk a 107/2011 6. 30-as kormányrendeletet. És ebben a kormányrendeletben még ki is van emelve, amelyet Zsolt mondott a legutóbbi ülésen, mégpedig a 15. paragrafus 1-es pontjaiban. Ha az ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a támogatott szervezet eltért a sportprogramtól, neki felróható módon nem teljesültek a kötelezettségek részben vagy egészben, akkor a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás összegével a támogatott szervezet nem tud ebben a rendeletben foglaltak szerint elszámolni, akkor a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett jegybanki alapkamattal növelt összegű támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére a 14. paragrafus 7-es bekezdésében foglaltak szerint befizetni. Aztán még ragozza, hogy kamat meg egyebek, de ez nem info, ez a rendelet, a 2011-es tavaly rendelet. Szeretném megkérdezni, hogy van még valakinek kérdése? Igen? Csak azért jelentkezem be, hanem szeretném, ha senki nem merne kérdést föltenni. Azért álltam föl, én szívesen álltam a szóval másoknak, akik kérdést szeretnének föltenni, mert én nem szerettem volna ennyire az elején hozzászólni, de azon csodálkozom, hogy senkinek nincs kérdése. Ez az egyik. Másik, hogy a faluban néhányan azt hiszik, hogy én többet tudok a falu dolgairól, mint más. Na most ez ebbe a kérdésben nem igaz. Sőt, azt állítom, hogy ebbe a kérdésben maguk a képviselők se tudnak többet. Ez egy elég szomorú dolog, úgyhogy emiatt nehéz helyzetben vagyok, de azt ígértem azoknak, akik engem megkérdeztek, hogy mit tudok én általában a falu dolgairól és konkrétan erről, próbálok tájékozódni. Na most a tájékozódásomnak a egyik része ez a mostani megjelenés, és ugye ami a felém intézett kérdéseknek a lényege volt a stranddal kapcsolatban, az az volt, hogy
egyik miért jó ez a falunak, mi lesz a strandon, a másik, hogy őket ez mennyiben érinti, tudják-e továbbra is úgy használni ezt a strandot, mint korábban megszokták. Most ez nem gondolom, hogy kijelentenem, hogy én elfogult vagyok a Kópéval, Kóz Zoltánnal és Petővári Zsolttal, mert amikor ezelőtt 10 évvel ezt az egészet ők kitalálták, sajnos nem a testület találta ki, hanem ők, akkor a kezdetén ennek az egésznek a kidolgozásából, az együttműködésében próbáltunk valamilyen, én is próbáltam valamilyen szerepet vállalni, és az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 10 évben a Kósz Zoltánék és a Petővári Zsoltéknak a megjelenése az olyan fajta fellendelést idézett elő a strand életében, ami addig elképzelhetetlen volt. Tehát ez, azt mondom, hogy egy annyira pozitív dolog, ami támadhatatlan, és aki itt van, az mindenki tulajdonképpen azt szeretné, hogy a strand ilyen módon fejlődjön és szépüljön. Ha ők nem jelentek volna meg, akkor még mindig csak nyáron üzemelne a strand, nem tudom. Tehát ezt nem akarom ragozni. Tehát ezek tulajdonképpen azok a tiszteletkörök, amit itt mindenki elmondott az elmúlt időszakban, hogy mindenki támogatja alapjaiban ezt a dolgot, csak kérdések merülnek föl. Most úgy érzem, hogy ennek az ügynek 3 vagy mondjuk 2,5 résztvevője van. Az egyik a Kósz. Kósz Zoltán, Petővári Zsoltán, a Kópé Társaság. A másik a maga a strand, az miután önkormányzati tulajdon mondjuk, hogy féligaz, a harmadik az önkormányzat. Tehát ebből a 3 résztvevőből meg kéne vizsgálni, hogy kinek mi a érdeke, meg a... Tehát ki mit szeretne. A Kópénak az érdeke teljesen egyértelmű, azt szeretnék csinálni, amit eddig is csináltak, a falu megelégedésére fejlesztették a strandot, sportrendezvények voltak, télen is nyitva van, tehát az ő szerepük teljesen pozitív. Most találtak egy olyan lehetőséget, hogy ezt tovább lehet fejleszteni. A strand részéről ugyanez a helyzet. A strand szeretné ezt a létesítményt megfelelő biztonsággal üzemeltetni, szeretné látni, hogy milyen beruházások szükségesek ehhez, ami az esetleg neki nincs ereje. És a strand részéről, aminek jelenleg Cucor Attila a ügyvezetője, teljesen nyilvánvaló, hogy ezt támogatja. Ha én lennék a helyében, én is támogatnám ezt a dolgot, mert valamilyen tőkét von be ebbe a dologba, előre viszi ezt az egész tevékenységet, szebb lesz, jobb lesz a strand. Úgyhogy ennek a két szereplőnek, tehát a Kópénak és a strandnak, ami egyébként az önkormányzat tulajdona, nyilván a szerepe az egyértelmű. Ők azt szeretnék, hogy ez megvalósuljon. A harmadik résztvevő az önkormányzat. Mi az ő szerepe? Az önkormányzatnak a szerepe az, megítélésem szerint, hogy ugyanezeket a célokat támogassa, hogyha jónak tartja, és egyúttal megőrizze az önkormányzatnak a vagyonát. Na most ezen a ponton merülnek föl kérdések, ami nem arról szól, hogy megtámogatná bárki ezt a dolgot, csak kicsit komolyabb és mélyebb vizsgálódást érdemel ez a dolog. Mert miről van itt szó? Ugye április 30-án döntött a testület, fogalmam sincs, hogy milyen információk alapján, mert a legelején Loszpa János képviselő, akkor még képviselő, most polgármester úr, azt mondta, hogy nem tudtak semmiről, azóta sem tudnak semmiről, illetve azok az információk, amik a rendelkezésükre álltak, azok hiányosak voltak. Na most én nem akarom az elmúlt testületnek a tevékenységet bírálni, mert most nem erről van szó, meg ezen már régen túl vagyunk. De hát egy olyan kérdésben dönteni, aminek a részleteit nem ismerjük,
és amit nem a Kópétól és nem a Strandtól kell várni, hanem az önkormányzattól, hogy nézzen utána, hogy milyen következménnyel jár, ez egy nagyon kérdéses dolog. Ezen már túl vagyunk. A következő kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha április 30-án senkinek fogalma nem volt arról, hogy ami most itt a fő téma, hogy a jelzálogjogot bejegyezni, hogy jelzálogot kell bejegyezni, senki nem tudott róla,